Látogatási tilalmat rendeltek el a Kapuvári Kórházban. Dr. Benedek Zoltán főigazgató felhívta a figyelmet, az egészségügyi intézménybe a járóbeteg ellátás és az egynapos sebészet működik. A kórházba csak szájmaszkban és kézfertőtlenítés után lehet belépni. Ennek a látogatási tilalomnak a lényege az, hogy az intézményünkön, az intézményen belül a kórtermekbe, folyosókra látogató nem érkezhet. Ez az első része. A második része a látogatási tilalomnak az, hogy a csomag beérkezése a beérkezést követő második napon egy fertőtlenítésen átesést követően kerülhet a beteghez. Ezért volt a kérés, hogy élelmiszer esetén csak tartós élelmiszert kapjon a beteg. A látogatási tilalomnak a harmadik része, ez összefügg azzal, hogy rehabilitációs intézmény révén a betegek 3 hétig vannak itt egy-egy kúrán, és a nap folyamán a kezeléseket követően ők kimehettek a városba, kimehettek a környék nevezetességeit megnézni, ismerkedni Dunántúllal, hiszen mi gyakorlatilag országos felvétel vagyunk, és ezt is most meg kellett tiltanunk, tehát ez egy kiállási tilalommal is jár a bent lévő betegek számára. Rendelések folytatódnak? A szakrendelések azok folytatódnak. A kórházunknak az elhelyezkedése olyan, hogy elkülöníthető a fekvőbetegforgalom és a járóbetegforgalom. A szakrendelésekre egykapus bejövetelt állítottunk fel, ami annyit jelent, hogy minden beteg, aki bekerül, egy kérdőíves kikérdezésen esik át, illetve lázmérésen esik át, és amennyiben bármilyen olyan jellegű eltérést találunk, akár a kérdői, vagy akár a lázmérés esetén, akkor egy külön eljárásrend lép életbe. Maszk hordása kötelező, tehát aki belép a kórházba, illetve rendelésre megy, annak kötelező maszkot viselnie. Azt gondolom, hogy ennek most már magától értetődőnek kell lenni, hiszen ez az, ami a leginkább megvéd minket egy napi életben, a napi helyzetben attól, hogy befertőződjünk. Fontos, hogy ez a maszk az orrunkat is takarja, hiszen a levegő nagy részét az orrunkon keresztül vesszük, és a cseppek is azon keresztül bekerülhetnek a tüdőbe. Maszkviselés intézményünkben kötelező, már nagyon régóta, a járvány kezdete volt, a márciustól kötelező. Nálunk a betegellátáshoz egyéb védőeszközök is rendelkezésre állnak, és azoknál a szakrendeléseknél, akár fülorgégészet, vagy egynapos sebészet, anesteziológia, ezeknek a használata is megtörténik. Általános beteg ellátásban a maszk kesztyűviselése és minden osztály kórtermet felszereltünk olyan lehetőséggel, hogy készfertőtlenítésre legyen lehetőség mind a betegnek, dolgozónak meg kötelező. Egynapos sebészet? Egynapos sebészet változatlanul működik, illetve újra elindult a felszabadítást követően, és ennek is komoly kautéliái vannak, azokat, amelyeket a szakma, azokban az esetekben, ahol a szakma előírja azt, hogy előzetesen tesztet kell végeztetni. Ezt itt a személyzetnél fordul elő, és elsősorban is a szűrészet nőgyógyászatnál az úgynevezett laparoszkópos műtéteknél, ebben az esetben előzetes negatív teszt kötelező. Ugye közeledik az influenzás időszak, ősszel egyre többen betegednek meg. Ön ajánlja, hogy beoltassa magát az állampolgára az influenza ellen? Erről szintén azt gondolom, hogy jelenleg nincs más megoldás. Ha az influenza járvány is bejön, és ezt már központilag is pontosan több helyen is jelezték, több helyen olvasható, hogy megnehezíti a dolgokat, hiszen a két betegség, mind a kettő vírusos, nagyon sok mindenben hasonlít egymáshoz, és nagyon komoly vizsgálat kell, és hogy ezt a kettőt elkülönítsék, végleges elkülönítés természetesen a teszttel, a PCR teszttel lehetséges. Viszont addig, amíg ez a teszt nincsen meg, és az influenza, ugye, mint tudjuk, szintén egy tömeges megbetegedést okozhat, ebben az esetben ezt a megbetegedést így tudjuk kivédeni, hogyha az oltást megkapjuk. A másik dolog pedig szintén kimutatott tény, hogy gyakorlatilag a
Az eseteket 80%-ban lehet csökkenteni akkor, hogyha a maszkviselés mindenkinél általánossá válik, és ehhez még hozzátenném az 1-1,5 méteres távolságot, mert akkor, ha van egy egészséges és van egy fertőzött ember, és a kettő között a 1,5 méter távolság adott, akkor gyakorlatilag szinte nulla az esély annak, hogy a fertőzés átadódjon. Ugye a koronavírus jelen van Kapuváron, ez bizonyítja az is, hogy az elmúlt héten a Kapuvári Katolikus Iskola Központban 90 gyermeket karanténba kellett helyezni, illetve 13 pedagógust, tehát ott bizonyítottan van beteg is. Mi a protokoll, ha az intézménybe találnak koronavírusos beteget? Amennyiben nem is kell koronavírusos beteg, amennyiben lázas olyan beteg van, akinél esetleg ezek a tünetek felmerülnek, tehát egy gyanú felmerül, a beteg olyan helyre lesz küldve, ami az eljárásrendben benne van, jelenleg a győri kórházban történik a küldése. A dolgozóknál azt vizsgáljuk, hogy a maszkviselés megtörtént-e, ami ebben az esetben egy költői gondol, hiszen a maszkviselés az mindenkinek kötelező, és nővéreink viselik is a maszkot. Ebben az esetben az ő feladatuk, az ő velük kapcsolatos feladat az, hogy önmagukat kell megfigyelni, és lázat kell mérni, amit egyébként bevezettünk az intézményben, körlevélbe ment ki, hogy otthonában mindenki mérje meg a lázát, mielőtt jön dolgozni, és nálunk a dolgozóknak a szűrése szúrópróbaszerűen történik. Az iskolával kapcsolatosan, mivel nővérek dolgoznak nálunk, akiknek gyermekeik az iskolába jártak, ahol karantén történt, ott az édesanyja, illetve a család is az volt a kérés, hogy maradjanak otthon, de ezt ők önkényesen is betartották, és így próbáljuk megelőzni azt, hogy a főleg időseket ellátó intézményünkbe bekerüljön a vírus. Nincsenek illúzióink, esély megvan rá, hogy bekerüljön, de ennek a lehetőségét minél inkább ki akarjuk tolni, illetve ha lehet megakadályozni. A katonák felügyelik a kórházakat, hogy megfelelő módon történjen az ellátás, illetve hát a különböző védőeszközök is rendelkezésre álljanak, hogyha szükség van rá folyamatosan. Mi a helyzet Kapuváron? Amire katonák figyelnek, jelenleg nálunk is még itt vannak a parancsnokság, meg még itt is lesznek. Az ő feladatuk a elsősorban a járvánnyal kapcsolatos teendőkről szól. A védőeszközöknek a figyelése, és én azt mondom, hogy még segítséget is kapunk nem egy esetben, hogyha olyan akár lecsökken valamelyik védőeszközöknek a száma, hogy a rendelésben segítenek, hogy onnan tudjuk megvenni ezeket a védőeszközöket. Intézményünkben rendelkezést állnak, tehát tartalékban is rendelkezést állnak a védőeszközök, nem csak a maszkok, hanem a egyéb köppenyek, kötények, műanyag, plexi maszkok, tehát sőt, szkafanderünk is van, tehát teljes egészében készen állunk, külön elkülönítő szobánk van az intézményen belül, kertfelségen belül, de külön épületben, ahova, ha úgy jut be a járvány, akkor oda elkülönítőbe is tudunk betegeket átmenetileg befektetni, illetve az intézmény is természetesen fölkészült arra, hogyha tömeges járvány van, akkor segítsük a betegellátást ilyen irányban is. Köszönöm, igazgató. Én is köszönöm szépen.